Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dömötör Csaba miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár. A miniszterelnökségről szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Köszönöm, hogy ilyen korán reggel bejött hozzám. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és akkor nézzünk, hol tartunk a naptárba. A Luak a zsinagógai naptár szerint 5778, Kiszlév hónap negyedik napja van. Figyeljenek oda, mert hamarosan még 2-3 hét, és jön a Hanuka. A Gergely naptár szerint 2017, 11. hónap 22-e van, és szerda. Szeretettel köszöntünk minden Cecília Utó nevű nézőnket névnapjuk alkalmából. És akkor nézzük az eurót, amiben megígérték, hogy többet kölcsönt nem vesznek föl. 3.13.28, míg az angol font 3.53.69. Az időjárásról, aki lemaradt, és majd csak a híradó végén nézi meg, azoknak addig elmondom, hogy 4 és 12 Celsius fok között lesz. Tudják, ilyenkor rétegesen kell öltözni, hogy legyen mit levenni, főleg az idősekre és a gyerekekre gondoljuk. Most nyissák ki az ablakokat, hogy a friss levegő betóduljon. Aki metrópótlón készül, az most az első riport alany után lassan kezdjen elindulni, hogy ne késsen el, és majd az ismétlés nézze, aki viszont megteheti, helyezze magát kényelembe. Szép jó reggelt ismételtem. Mi újság? Mi újság a Soros ügyben? Látom, hogy elkezdett aktív lenni. Hát a legfontosabb esemény talán az Európai Parlamentnek a múlt heti szavazása. Azokról a javaslatokról, amelyekről a mostani nemzeti konzultációs szól. Ez egy kemény szakmai vita, azt kell, hogy mondanom, azt kell mondjam. Mert ugye az a kvótarendszer, amiről most már 2 éve zajlik a vita, most jutott el oda az ügy, hogy jogalkotási formába is öntik, jogilag megpróbálják betonba önteni, és a kormány nem csinál abból titkot, hogy ez a javaslatok ellen minden létező eszközzel harcol, mert ennek a kvótarendszernek a bevezetése az beláthatatlan biztonsági kockázatot jelent, nem csak Magyarország, hanem egész Európa számára is. Tehát a legfontosabb fejlemény az, hogy az Európai Parlament szavazott erről, és most már testületi álláspont, nem csak egy szakbizottsági álláspont, hanem testületi álláspont az, hogy a kvótarendszert az be kell vezetni. És a bizottság ezzel egyetért, hiszen ő az előterjesztő, az Európai Bizottság, az Európai Parlament ezzel egyetért, legalábbis a többsége. Innentől kezdődik egy háromoldalú eljárás, egy úgynevezett trialógus az uniós intézmények között, és a tanácsi oldalról, tehát a kormányfők, illetve a tagállami képviselők oldaláról lehet meggátolni ezt a tervet, és ezért nem mindegy, hogy mennyien állnak ki a magyar kormány mellett, hogyha már egyszer az ellenzéki pártokra ebben a küzdelemben nem számít. Akkor ezek szerint a napnál világosabb, hogy jól éreztük mi, hogy itt automatikus elosztás és kényszerelosztás hát lesz. Mi nagyon régen ezt mondjuk, tehát hogyha visszaemlékezünk a népszavazási kampányra, akkor már nagyon jól tudtuk, hogy a fiókban van az Európai Bizottságnak azon terve, amely nem eseti jellegű, hanem állandó elosztási rendszert akar létrehozni, méghozzá kötelező jelleggel. Már akkor meg volt ez a tervezet, mert 2016 tavaszán előkészítették, és most, hogy megszületett az Európai Bíróság döntése szeptemberben, magáról az eljárásról, amelyik ezt jóvá hagyja, most kaptak nagyon sokan vérszemet, és megpróbálják ezt a tervet jogilag betonba önteni, úgyhogy minek utána tényleg elég régen beszélünk erről a dologról, most jött el az a pillanat, hogy jogilag meg kell vívni a csatát. Az ön matekja szerint kik azok, akik mellettünk állnak? Ugye az osztrákoknál megvoltak a választások, a választási küzdelemben azt ígérték, hogy kitartanak mellettünk. Ön szerint ezt meg fogják tenni? Jó reményünk van rá. Én azt mondanám, hogy a visegrádi együttműködésre lehet számítani, a visegrádi országokra. Ausztriára szerintem lehet számítani. Nem szeretnék a nevükben nyilatkozni, de az eddigi kommentjeik, nyilatkozataik alapján ők sem szeretnék bevezetni a kvótarendszert. És jogilag az a kérdés, hogy amikor majd szavazásra kerül a sor a tanácsban, ebben az úgynevezett együttdöntési eljárásban, annak keretében, akkor sikerül-e létrehozni egy blokkoló kisebbséget? Mert nagyon sokan azon a véleményen vannak, hogy többséggel át lehet vinni ezt a kvótarendszert. Nem kell egy hangúság. Ez egy jogi vita, ez egy másik éles jogi vita. Például az Európai Parlament
Wikström nevű főfelelőse azt mondja, hogy többséggel ezt át lehet vinni. Mi ezt vitatjuk. Szerintünk egy ilyen horderejű döntésben mindenképpen egyhangúság kellene. És az esetinek mondott döntésben is az volt a helyzet az Európai Tanácsban, hogy mi hiába ragaszkodtunk ahhoz, hogy egyhangúság legyen, azt mondták, hogy minősített többséggel ezt el lehet fogadtatni, és Magyarországnak nem maradt más módja, csak hogy pereljen. Szlovákiával együtt perelt a kvóta ügyben, csak ugye az eseti jellegű volt, az csak 1300 bevándorló betelepítéséről szólt, de most meg arról van szó, hogy egy felső létszámkorlát nélküli állandó eljárást vezetnének be, de ez nem minden, ugye ez a már Európában lévő bevándorlók szétosztására vonatkozik. De ezzel párhuzamosan létrehoznának egy olyan rendszert, amelyik meg a harmadik országokból történő betelepítésre vonatkozik, tehát mondjuk Törökországból telepítenének be, ahol több mint 3 millióan várnak most arra, hogy Európa felé induljanak. Úgyhogy szerintünk nagyon rossz helyre helyezi a súlyokat az uniós vezetők egy jelentős része, mert változatlanul a szétosztásra összpontosít, ahelyett, hogy a határvédelemmel foglalkozik. Nem lehet, hogy ezekben a pillanatokban, amikor Angela Merkel az életért küzd a politikai életért, akkor esetleg Németország is a politikai karrierjéért. Nem lehet, hogy Németország is változtat a helyzeten? Hát, ha már ők elkövették ezt a Willkommen hibát, időközben ők is rájöttek, hisz a választás eredménye látjuk, hogy egy szélső jobboldali párt alakult, ami második világháború óta első alkalommal jut be a Bundestagba. Igen, tehát a Willkommenskultur meghirdetése és annak következménye, hogy ez külön beszélgetést érdemelne, és az jól látszik a koalíciós tárgyalások során, hogy a családegyesítés kérdése az egyik legsúlyosabb vitapont volt. Ezen vesztek össze gyakorlatilag. A kérdés az, hogy az egyébként beengedett Németországban legfeljebb 200 ezer bevándorlót, azt megszorozzák-e majd 2-vel, 3-mal, 4-jel, tehát a családegyesítésekkel kiegészítve. És azt szeretném elmondani, hogy az a rendelet, amelyről az Európai Parlament szavazott a múlt héten, az szintén tartalmazza azt, hogy a családegyesítéseket megkönnyíteni. Nem csak az egyenesági leszármazottakra, hanem az oldalági rokonságra is kiterjesztenék, tehát ez tovább sokszorozná azok számát, akik Európába érkeznek. Úgyhogy Európának nem nagyon van arra a kapacitása, képessége most, hogy valójában felterje, hogy kik érkeznek és honnan, és egészen pontosan milyen célból. Azt nem kell hangsúlyoznom, hogy ez óriási biztonsági kockázat. Milyen retorziókat szenvedhet el Magyarország? A konzultációban is szó van arról, hogy különböző módokon helyezik nyomás alá azokat az országokat, akik ebben nem szeretnének részt venni. Most ennek van egy jogi része, 7-es cikkellyel való riogatás, kötelezettségszegési eljárások, és van egy pénzügyi része. Egy korábbi javaslatban arról volt szó, hogy fejenként, tehát bevándorlónként 78 millió forintos annak megfelelő eurónyi büntetést kellene fizetni azoknak, akik nem indítják meg a betelepítéseket. Most annyiban változott ez a javasolt szankciórendszer, hogy a múlt héten elfogadott javaslatban az szerepel, hogy a meglévő uniós forrásokat kellene visszavágni azon országok esetében, akik ebben nem szeretnének részt venni. Most nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogyha mondjuk az agrártámogatásokat, vagy a kohéziós forrásokat, a fejlesztési forrásokat visszavágnák, az elsősorban a visegrádi országok számára lenne hátrányos, tehát azok számára, akik eddig nem akarták bevezetni a betelepítést. És senkit nem zavar, hogy ezek más szerződések alapján járnak a tagországoknak. Persze, ez egy politikai vita. Ugye nagyon sokan összekötik az egész a szolidaritás kérdésével. Mi minden alkalommal elmondjuk, hogy mi épp elég szolidárisak vagyunk akkor, amikor több mint 200 milliárd forintot költünk csupán a határzárnak a felépítésére, ezzel nem csak Magyarországot, hanem egész Európát is védjük, és amikor a kormány azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy ennek a költségnek egy részét, mondjuk a felét fizesse, mondván ez egy közös erőfeszítés, akkor falakba ütközött. Tehát azt nem akarják kifizetni. Mi a vélemény arról, hogy Soros megszólalt, és azt állítja, hogy ő Magyarországnak nem akart rosszat? Hát ez egy érdekes vita. Egy biztos, hogy azokat a javaslatokat, amikről szó van, ő írásba adta. És egy ilyen nagyhatalmú ember nem tehet úgy, mint hogyha mellékes lenne az ő vélemény, amit írásba ad.
tekintve, hogy az ő véleménye, amit már 2015-ben írásba adott, az megihlette az uniós döntéshozókat. Tehát miközben ő 1 millió bevándorló befogadásáról beszélt, arra tett javaslatot, hogy Európa erre rendezkedjen be, utána az uniós döntéshozók ennek szellemében nyilatkoztak. A migrációért felelős uniós biztos, Avramopoulos a neve, ő azt mondta, hogy a következő pár évben Európának 6 millió bevándorló befogadására kell berendezkednie. Megnézzük, hogy az ő országa mennyit fog ebből befogadni. Hát nem véletlenül szeretnék bevezetni a kvótarendszert, mert azt gondolják, hogy akik majd hozzájuk érkeznek, őket el lehet küldeni más országokba. Egyébként egy nagyon fontos következménye lenne az európai parlamenti rendeletnek az, hogy az eljárásokat, a menekültügyi eljárásokat már nem a déli határnál, nem Görögországban, Olaszországban folytatnák le, hanem az átszállítás után közvetlenül a célországokban, tehát például Magyarországon. Tehát ez megint csak súlyos biztonsági kockázatokat vet fel. De még mennyire? Ugorjunk, van még pár percünk, akkor tulajdonképpen Magyarországra konzultáció. Milyen a kormány elküldött mindenkinek egy levelet, milyen értékben jönnek ezek a levelek vissza? Azt látjuk a visszaküldések üteme alapján, hogy nem kizárt, hogy ez lesz minden idők legsikeresebb konzultációja abban az értelemben, hogy lehet, hogy ebben vesznek részt a legtöbben. Múlt heti összesítések szerint 1,3-1,4 millió volt a részvételi adat. A mai napon várhatóan újabb számokról tudunk majd beszámolni. Egy biztos, ez a magas részvétel azt bizonyítja, hogy aktuális kérdésről van szó. Szerintem nem pártpolitikai dimenzióban szemlélik ezt. Én ezért át is neveztem ezt nemzeti párbeszédnek. Hát igen, ez egy párbeszéd, egy súlyos vitáról, egy súlyos kérdésről, amely nem a következő pár hónapról szól, nem a napi belpolitikai küzdelmeinkről, hanem arról, hogy hogyan képzeljük el nem csak Magyarország jövőjét, hanem Európa jövőjét és Európa biztonságát. Mennyire erősíti ez az ország tárgyaló képességét az Európai Unió vitáiban? Mindenképpen erősíti, tehát hogyha elképzelünk egy tanácsülést, ahol mondjuk a kormányfők ülnek, vagy a miniszterek ülnek, attól függően, hogy éppen melyik formációról van szó. Azért annak súlya van, hogyha azt mondja egy kormányfő, a magyar miniszterelnök, vagy egy miniszter, hogy na Ácsi, ez a javaslat, amit ti át akartok verni, vagy le akartok nyomni a torkunkon, ez szembe megy a mi országunk állampolgárainak akaratával. Mert a túlnyomó többségük azt mondja, hogy erről szó sem lehet. És azért mégiscsak fontos... És ha mondjuk többen mondanák, mint amennyien szavaztak a Fideszre, az akkor még ütőképesebb. Hát az ott szerintem nem... Itthon ez egy érdekes elemzési szempont lehet, de ott nem hiszem, hogy pártpolitikai dimenzióban nézik, de hogyha azt hallanám az Európai Bizottság elnökeként, hogy több millió ember azt mondta egy országban, vagy akár majd később többen is, hogy erről szó sem lehet, akkor azért... Akkor ugorjunk egy nagyot, már a belpolitikánál tartunk. Azt szeretnénk, hogyha egyre több gyerek születne. Ahhoz viszont, hogy gyerekek szülessenek, a megfelelő feltételeket kell biztosítani. A kormány egyik próbálkozása a csók. Mit tud erről mondani? Az otthonteremtés az a polgári létnek az egyik fő pillére. A családteremtés alapja. Másrészt, igen. Ki kellett vezetni egy devizahitelezési rendszert. Tehát nagyon sok intézkedést kellett hozni annak érdekében, hogy a devizahitelek korszakának véget tudjunk vetni, mert az inkább eladósodás, kiszolgáltatottságot jelentett rengeteg magyar családnak. Második lépésként pedig be kellett vezetni egy új otthonteremtési rendszert. Ennek az elemei ismertek, az otthonteremtési támogatás, a közismertebb nevén a CSOK, áfa csökkentés, bürokratikus szabályok csökkentése, kedvezményes hitel a három gyermekeseknek, és azt látjuk, hogy ez a program ez működik. Több mint 60 ezer ember, ami 60 ezer családot is jelent, igényelte a CSOK-ot 160 milliárd forint értékben. A források rendelkezésre állnak a jövő évi költségvetésben is, több mint 200 milliárd, 226 milliárd áll majd rendelkezésre, és ennek a programnak több célja van, tehát pörgeti a gazdaságot, a lakáspiacra is pozitív hatása van, és a családalapítást is ösztönözheti. Most természetesen az, hogy valaki vállal egy gyermeket, az mindenkinek a magánügye, két ember döntésétől függ,
De azt mindenkinek érdemes tudnia, hogyha úgy dönt, hogy vállal gyermeket, akkor a kormány ehhez minden segítséget megad, nem csak az otthonteremtési programon keresztül, hanem mondjuk az adókedvezményeken keresztül. Ezt a programot az ellenzék nagyon kritizálja. Mi a válasz, hisz azt állítja az ellenzék, hogy inkább a gazdagok járnak ebből jól. Hát azt javaslom az ellenzéknek, hogy nézzék meg a területi adatokat. Ebből az látszik, hogy elsősorban a vidéki városokban, vidéki községekben növekedett az építési kedv. Ezeken a területeken veszik fel leginkább a csokot, ami egyébként már azért is érthető, mert fix támogatási összegekről van szó, és mivel jelentős különbségek vannak az ingatlan árakban, az építési költségekben is, telekköltségekben, telekárokban az ország különböző részei között, ezért ez a fix támogatás vidéken nagyon sokszor fajlagosan többet ér. Tehát az építési, vásárlási költségeknek a nagyobb hányadát teszi ki. Úgyhogy ezek az ellenzéki vádak, ezek nem állják ki a valóság próbáját. Minden megyében, minden régióban növekedett az építési kedv. Van még egy állításuk, egy javaslatuk, ők bérlakás programot szeretnének, de a történelmi tapasztalataink is azt mutatják, hogy a magyarok a saját tulajdont részesítik előnyben. És a tulajdon, a saját tulajdon megléte az a polgári léthez is hozzátartozik. Ez egy elvi döntés. A kormány elsősorban ahhoz szeretne támogatást adni, hogy a saját tulajdonba kerüljenek az új, illetve a megvásárolt használt lakások. És a támogatási rendszer is ezt a célt tükrözi. Egyébként azt gondoljuk, hogy a folyamatban lévő béremelések azoknak is segítséget nyújtanak egyébként, akik lakást szeretnének bérelni, és most még nem tudnak vásárolni, vagy éppen nem is szeretnének. Tulajdonképpen mennyire járul a gazdaság felpörgéséhez hozzá, hisz ön azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy az elmúlt negyed évben 52%-kal nőtt az előző évhez képest a lakásépítések száma. Ugye ez munkát biztosít, pénzforgalmat biztosít. Igen, tehát egyre nagyobb a kereslet. Azt állítja, 8000 új lakás épült. Igen, ami jóval több, mint a tavalyi évben, és az építési engedélyek számából is azt lehet kikövetkeztetni, hogy ez az egyszerűsített építési engedélyek számából. Igen, de az mégiscsak mérvadó, hogy többet adtak be ezekből, arra lehet következtetni, hogy pörgeti a gazdaságot. Ahhoz is hozzájárulhat, hogy olyan jó szakemberek, akik most átmenetileg külföldön dolgoznak, külföldön vállalnak munkát, azok idehaza is megtalálják a számításukat. Ennyi fér bele mai beszélgetésünkre, és akkor legközelebb innét folytatjuk. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőim, most előzetesek, majd az előzetesek után következik dr. Komáromi Zoltán, az Együttől, aki az orvos elvándorlásról, és még ha lesz időnk, akkor beszélünk az oltásokról is. Tartsanak továbbra is velünk.